Az olvasás kultúra fejlesztése, a digitális írástudás közvetítése, a szövegértés támogatása. Többek között ezek is részét képezik az Én Könyvtáram programnak, melyet a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 19 megyei könyvtár, valamint könyvtár szakmai intézmények és szervezetek bevonásával valósít meg. A programban 80 konferencia, illetve workshop is segíti az információcserét, ezúttal Nyíregyházán tartottak szakmai napot. Az Én Könyvtáram programunknak ugye nagyon sok célja van, mégis úgy gondolom, hogy az egyik és a legalapvetőbb cél az a köznevelés támogatása. A köznevelésben tanuló diákoknak azon képességeinek a segítése, támogatása, amely az olvasásban, az olvasás fejlesztésben, a digitális kultúrában, ahogy mi könyvtárosok könyvtári eszközökkel tudunk segíteni. Ennek nagy jelentősége van, különösen a korai iskola elhagyók szempontjából, a hátrányos helyzetű gyerekek szempontjából, mert igen, a könyvtár az a hely, ahova a gyerekek be tudnak jönni, és mi segíteni tudunk nekik. A projektben 90 mintaprogram kialakítását tűzték ki célul. Ezek kidolgozásában és megvalósításában a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár is részt vállal. Az élethosszig tartó tanulást, illetve a köznevelésnek a hatékonyságát támogatjuk 4 témakör mentén. Ezekre ugye infrastruktúrálisan is felkészül a könyvtár, köszönhetően egy nagy EFOP-os pályázatnak, melyből megújulnak közösségi tereink, fiókkönyvtárunk, oktatótermünk, digitális labort alakítunk ki, és természetesen odafigyelünk a szemléletváltásra és a szakembereink továbbképzésére. A programban tavaly egy országos kutatást is végeztek, melyben az olvasási szokásokat vizsgálták. Ennek egyik legfőbb eredménye, hogy először mutatta ki kapcsolatot a rendszeres gyermekkori meseolvasás és a felnőttkori olvasási szokások között. A gyerekek 3/4, akinek tényleg minden nap ott van az életében, például az esti lefekvéskor a szülőtől hallott mese, azoknak a gyerekeknek a 3/4 később is fog olvasni, míg azok, akik soha nem kapták ezt meg, azoknak mindössze 2%-a. Azt viszont tudjuk, hogy anélkül, hogy ne tudna egy gyerek jól, stabilan, rutinosan olvasni, nem fog tudni sem az alsó, sem a felső tagozatban jól teljesíteni. Az olvasás népszerűsítése amúgy is nagy problémát jelent a digitális benszülött gyermekek számára, emelték ki a szakmai napon. Éppen ezért célkitűzés az is, hogy a virtuális tér segítségével lebontsák a könyvtárakkal szembeni negatív képzeteket is. Én azt gondolom, hogy ez az Instagramot jelenti, és a Facebookot. Ugye a mai gyerekek elsősorban ma már a Instagramon vannak. Az az igazság, hogy az egy nagyon nehéz terep a könyvtáraknak, de a Facebookon tudunk olyan érdekességeket szolgáltatni számukra, ami ha felkelti az érdeklődésüket, és esetleg megkeresik azokat a helyeket, amit mi megadunk, vagy amit kitesszük a tartalmát a Facebook oldalunkra, akkor jó eséllyel esetleg a könyvtár weboldalát felkeresik, és utána esetleg még a könyvtárba is bejönnek. Az Én Könyvtáram program keretében egy nagy szabású, országos könyvtár és olvasás népszerűsítő kampányt is indítanak jövőre, illetve egy módszertani kiadványsorozat is napvilágot lát majd.